gondolja, hogy Márki-Zay Péter politikai kalandor? Ugye, az a helyzet, hogy én már sok mindenkit láttam, hogy azt mondta, hogy ő ilyen. Márki-Zay egy politikai kalandor. Nagy hiba lenne bármilyen hatalmat is adni a kezébe. Ezt kommentelte Mellár Tamás párbeszédes politikus közösségi oldalára az előválasztás második fordulója előtt. Szerettük volna megkérdezni a politikust, hogy változott-e ezzel kapcsolatban a véleménye, illetve mit értett az alatt, hogy Márki-Zay Péter egy politikai kalandor. Azonban annak ellenére, hogy Mellár Tamással már több alkalommal is volt szerencsénk interjút készíteni, egészen sajátságos módon bújt ki a válaszadás elől. Miért gondolja azt, hogy Márki-Zay Péter politikai kalandor? De hát, most interjút készítünk, vagy sem? Ha igen, akkor ennek adjuk meg a megfelelő formáit, jó? De többször beszéltünk kérni. Már, többször készítettem önnel interjút. Nem tudom, miért változott meg így a hozzáállása? Ezt én a sajtónak bármikor adok interjút, de egy meg akarok róla győződni, hogy valóban a sajtó munkatársa. Többször interjút készítettünk, és megmutattam a sajtóigazolványomat is. Hát leellenőrizzük. Jöjjön be velem, leellenőrizzük. Nem hiszi nekem, hogy újságíró lennék? Miért gondolja, hogy Márki-Zay Péter politikai kalandor? Ugye, az a helyzet, hogy én már sok mindenkit láttam, hogy azt mondta, hogy ő ilyen, ez mégse olyan volt. Kétségbe vonja, hogy újságíró lennék. Ön szerint mit csinálok itt egyáltalán? Én nekem jogom van ahhoz, hogy ezt ellenőrizzem, nem? Miért nincs előzetesben Völner Pál? Nem tudom. De most akkor itt, ide válaszolni tetszik, nekem meg nem? Nem, oda se. Ott is majd hogyha egy interjút szeretnének készíteni, akkor egyeztetünk egy időpontot, és állunk el, és állok ennek a dolgok. Annyit mondjon el nekem, hogy Márki-Zay Péterről miért gondolja, hogy politikai kalandor? Még egyszer elmondom, interjút szeretnék készíteni velem? Természetesen, mint ahogy jeleztem is. Akkor adjuk meg ennek a módját, jó? Köszönöm!